Na sziasztok, hello Bandi, Péter, Pál, Bandi, a napkirály, na sziasztok, hello Zotya, Twixer, Breki úr, Gergő, Szebi, Penta, TV, Brekis, Szucsinte, Krisz, Gelike, hello Gelike, Frihág, Loe, köszi a 13 000-et, szia Baggi, hello, hello, szia Cortez, szia Tibu, Pitfall, oppá, Fitty, sziasztok, szia gazember, hello Shadow, Dolci, Hell, Toldik, Polka, GG, nulla, Clet, szia Kooly, 31, szia Forger, 11, szia Zsocca, 93, Kiron, 01, JJ, Uvu, Red Heat, Dávid, és sziasztok, szia Amnestrix, Dajan, Valang, és Zozóka, a Hello Verboben, meg Dank, Mei, Ister, meg Ichigo 8 és 8 éves. Hello, köszi szépen Ichigo, köszi a 8 évest, hello. Köszönöm, na sziasztok mindenki, hello. Remélem nem hagytam ki senkit. Hello. Erre egy picit. Jó, mondjuk így. Na mehet! Jó? Jó. Ez ennek kicsit lehet hangos. Hello Nandi! Aha. Na, mehet! Hát ezért rám írt a nagy tanulás közben, azt mondja, hogy nagyon durván tanul, de lesz egy kis ideje. Úgyhogy a horror előtt... Aha, Witcher 1, meg Erzával játszás, meg utána szar horror. Horror. Úgyhogy mehet is. Talán, hogyha van idő a horror után, akkor valami kis levezető. Sziasztok, fikuszkák. Igen, szuper pipil, azt kérdezte Erza. És egy kis Witcher, szuper, szar horror, talán levezetés, valami kis ilyesmi. Igen. Super creepy. Na, ja várj, elindul. Várj, át kell írni egy Witcher. És megy. Nagyon szar. Horror lesz, de aztán... Eszek is egy cukrot erre. Cukorka. Nézd meg, Zotya meg teheneket etett. Na. Persze, mindenképp szar lesz. Mint a Witchernek a második évada, legalább annyira szar. Na, itt voltunk a kis Alvinkával, visszajöttünk, megöltük Dagon bácsit és a követőit. És akkor vissza kéne menni Dandelionhoz, hogy énekeljen neki muzsikát, hogy békére legyen az asszony lelke. Na, visszamegyünk. Ez tényleg jó volt nagyon a világítótornyos. Mi? Nem csak azért szar. Hát... Mondjuk azért is, de... Tehát, hogy azon kívül is. Na jól van, nyugi.
Erre jó, hogyha erre is jó, ugye? Ja, erre is jó, hogyha erre jövök. És akkor itt bemegyünk, akkor a fogadóba, igen. Igen, be a fogadóba. Szejjebb Nadika, hello, üdv. Mi? Te második évadban nem is szerepel, Geralt. Ja, és amikor szerepel, akkor csak annyit mond, hogy higgy magadban, Siri, meg erős vagy, meg mit tudom én, meg ilyeneket mond, és ennyi. Az egész erdőt! Az igen. Geralt! Esetleg Skylerre ír rá. Szükségem van a segítségedre. Rendben, mondd! Kellene egy költ. Hát jobban jársz, ha nem is nézed meg, mert ahhoz, szar. Ahhoz, hogy jó legyen, először is tudnom kell kinek. Mit túlzok? Alina. Mit? Tehát, miről kellene szóljon a történet? Halál. Alina szellemként kísért. Meg kell értenie, hogy ő már halott. Nem mindennapi kérés, de én profi vagyok. Más valami? Ne provokáld, és semmi humor. Elég veszélyes. Időre van. A mána bokroknál. De mi? Erre most megy? Hol vagyok? Ugye a másik ajtó. Jó van, az ember lehet, hogy neked tetszeni fog. Én kritikusan vagyok. Szerintem. Jó, hát én nem mondtam, hogy az baj, hogyha valakinek tetszik. Szerintem szar. Jó, és a szar az nem azt jelenti, hogy nézhetetlen, mert hát nyilván vannak ennél rosszabbak. Ahhoz képest szar, amilyenre vártam, és az első évad volt. Az első évadnál szerintem jóval gyengébb. Az első évad se a legjobb sorozat a világon. De az így könnyed kikapcsolódás, szórakozás. Ez meg gyöngébb annál. Ez így több akart lenni, de ahhoz gyenge, és azt, ami az első évad volt, azt meg nem hozza vissza. Így, ezt tudom mondani. Aha. Uh-huh. Discordon kicsit komolyabban belementem. Úgyhogy kicsit szomorú voltam, de hát ja, lehet, hogy nekem voltak túl nagy elvárásaim. Szóljak majd. A nap megáldja a földet, a mag szárba szökken. Tarts velem, Vándor, tarts velem a déli dércekhez. De hol van? Geralt! Hát nem elvárásaim voltak, de így azt reméltem, hogy nem tudom, azt reméltem, hogy valami hasonlót kapok, mint az első, és így, hát más kaptam, és ez szerintem így szarabb is volt. Hogy szól a költemény? Nem jöhetnénk vissza inkább holnap? Szerintem, hogy csak... Késő, hogy csak... Kell. Ha csak Geralt és Dandelion lett volna benne, és így szörnyekre vadásznak, és a háttérre megy a... Geralt megy a főszál, vagy valami cselekmény, akkor így sokkal jobb lett volna. Helyette így pont fordítva volt, hogy így ment a főcselekmény, és így Geralt így néha volt egy ilyen 5 percet, és akkor így mindig elvágdosták így a jeleneteket, és így több mentek a történések, amik így nálam így elvesztették az érdeklődést. Szia, Sulyka! Ki ez az ember? Egy hulla. Az elhunyt. Új élet kél, ahogy a remény feltámad, s lelke ragyog emlékei tengerében. A halott visszatér gyermekkorába, hogy megtalálja múltját elveszett szerelmében.
Mellkasa él, bár hideget remél. Ajkai mozognak, szemei csak egyet látnak. Visszatért a világba, de a halál marasztalja. Ki ez az ember? Hát most... A halott. Az agyad halott. Próbálj meg gondolkodni. Hát a múlt. Új élet kél, ahogy a remény feltámad. Szia, Krecsó. Ragyog emlékei tengerében. A halott visszatér gyermekkorába, hogy megtalálja múltját elveszett szerelmében. Mellkasa él, bár hideget remél. Ajkai mozognak, szemei csak egyet látnak. Visszatért a világba. De a halál marasztalja. Ki ez az ember? Na. Egy déllidérc. A hölgy megbocsátásáért esedezem, de az istenek nem teremtettek mindenkit oly érzékenynek. Geralt, ragd össze! Új élet ki... Jól van. Elég. Selina megölt engem. Szellemem addig nem... Szerdeta. ...még bosszút nem áll. Mi? Most meg kéne ölni, vagy mi? A szellemét? Vagy mit akar? Én vagyok Selina. Veszek, békéljetek már, meg mindketten meghaltatok, hát hagyjuk már. Selina, ne aggódj magad. Tudom, hogy soha nem akartál volna megölni. De amúgy nem, hogyha megy a főcselekmény. Mi is az, hogy a főcselekmény? Így azt vártam, hogy a főcselekmény az így... Nem is az, hogy azt vártam. De így... Így... Nem tudom, hogy mondjam. Talán... Ha egy átok megszüntethető volt, miért ne lehetne a másik is az? Hogy így... Geralt az érdek... Geralt érdekli az embert benne, Bárhatom. Szerintem. Vagy ami körülötte történik. Miért mentettem meg Abigail? És így csomó... olyan dolog van, ami így... Így a világban történik, és így az sokkal nagyobb fókuszban van, mint így, ami Geralta történik. És ez oké, hogy így lehet, hogy kell az egészhez, csak így emiatt szerintem sokkal gyengébb. És ennek így sokkal jobban állna az, hogyha... Geralta nézünk történéseket, és közben pedig ezek a dolgok csak a háttérben vannak, mint hogy ezek vannak előtérbe. Attól függetlenül, hogy a világot ez építi föl. Hát, nem tudom, én így érzem ennyi. Na vissza akkor Juliához. Mánát azt most nem szeretek többet. Vannak olyan sorozatok, amiknek így sokkal jobb az, hogy nem ilyen epizódikusak annyira. Valamígy végig a főcselekmény történik, de itt úgy éreztem, hogy itt nem annyira jó. És nyilván most én itt nem olvastam a könyvet, nem itt tudom én, de... Meg azt sem tudom, hogy mennyire más, valamint hogy más is helyebb valamennyire, de... De bazdag, ha a Witchert nézem, akkor nem azt akarom megnézni, hogy... Vagy nem az, annyira nem az érdekel, hogy mi történik ott a királyokkal, meg a tököm tudja. Hát az elfek azok, az elfes line, a storyline az borzasztó volt szerintem. Hát nem is kell minden része megölnie. Az első jobban se volt az, csak így... Nem tudom, úgy éreztem, hogy ott így... Hogy itt ment így a cselekmény, de azért így... Könnyed szórakozások voltak részek, az, hogy így... Ott... Egyes részekben, mit tudom én, harcolt valamivel, és így akkor így volt építve, és akkor körül mögötte ment egy kis cselekmény. Hol ment? Ja, ott van hátul. Geralt? Erre volt valami gyűrű még, nem? Amit, sőt, kettő is. Igen. Nem kellnek ezek, nem? Nem. Mi? Hogy történt? Alina lelke békét talált. Selina? Nos, őt nem tudtam megmenteni. Köszönöm, Geralt. Teljesen megsemmisültem. Néhány napja még olyan boldog voltam, most pedig... Nem is tudom. Talán visszamegyek Kovirba. Keresett valaki? Nem. De mégis majd elfelejtettem.
a halász király. Azt hiszem, látni akar. Köszönöm, megkeresem. Viszlát! Viszlát! Vissza a halász királyhoz? Természetesen úgy éreztem, hogy 8 részből így... Szerintem... Nem is tudom. Hogyha most vissza kéne így emlékezni, mint hogyha nem is szerepelt volna mindegyik részbe Geralt. Összesen a 8 részből... Nem tudom. 2 résznyi szerepelt. És akkor még... Lehet, hogy sokat is mondtam érzésre. Mert nekem Veszemir az lehetett volna valami magyar kocsmáros is valamelyik utcából innen. Kb. A statiszta viserekkel. De már nem követi, nem? Hát jó, de ez most tipikusan az, hogy úgy néz ki, de így, hát nem tudom, ugye a karakter az... Főleg az utolsó részben, most egy csomó spoilert mondtam, hogy az utolsó részben, hát ami ott történt. Hát az... Ez szerintem rendes szenvedés volt. És akkor most visszavisznek a kontinensre? Én hoztam békét az emberek és a vodiánok közé, és megöltem Dagont is. Nincs mondani valód. Megpróbálod? Tudom, hogy képes vagy rá. Mielőtt eldöntöm, hogy te zsémbes aggastyán, Szenilis zsémbes aggastyán? Valóban nem vagyok valami emberbarát, de hogy Szenilis zsémbes aggastyán? Megsértesz! Szívesen máskor is. Úgy nézel ki, mint aki... Nem értem, mit a... Hadd találgassak. Az istennőket nem illik megvárakoztatni. És akkor most... De most vissza a tó úrnőjéhez. Hát nem tudom, nekem ilyen az ilyen... Tehát az... Úgy éreztem, hogy a rendezők, vagy nem tudom, tehát akik megírták ezt, nem tudták eldönteni, most mit akarnak vele, hogy most akkor ilyen legyen, vagy most akkor olyan legyen, így azt mondta neki, na ezt így kéne, most ezt úgy kéne, és a végén így az érződik, hogy ő se tudja most, hogy mi a tököm legyen. Hát igen, nem tudták eldönteni, hogy erdőbe menjenek, vagy szandába. Hol van? Fölment a izébe? Szia moslék. Ma legalább ignizek egy kicsit. Egyek a húst egy kicsit.
Volt, hát most nem voltak, de amúgy már voltak. Itt volt egy valkőr, azzal megöltem. Most beszélgetünk a tó úrnőjével, aki, hát, na mindegy, majd meglátod. Igen? Úrnőm, gondterheltnek látszol. Néha képes vagyok megérezni a jövőt, Witcher. A sors egy Witcher köré szőtte ármány szálait. Útja a sötét jövőbe vezet, ahol fájdalom és szomorúság várja. Szeretnék neki segíteni. És ki az úrnőm? Te vagy Berengár. Beszélj vele. Hello, Steve. Kívánom, hogy Ali. Melyik őtök beteljesítse sorsát. Beszélni fogok Berengárral. Berengárnak még vissza kell menni bele, nem? Igen? Ja, bocs, itt vagy, hagyom egy kicsit, vagy hát... Fogad... Térdelj le, Riviai Geralt, fehér farkas. Hosszú utat jártál be, tele veszélyekkel, bizonyítottad jóságod és bátorságod. Isteni hatalmam jogán lovaggá ütlek téged. Ne félj ellenségedtől, védd a gyámoltalanokat, ne hazudj még akkor sem, ha az halálodat jelenti. Ez az esküvő. És ez az, amit soha ne felejtsd. Állj fel. Sorsod nem hagy majd nyugodni. Hosszú utál előtte. Vért és halált látok. Fagyos káloszt. Fogadd el ezt a kardot, nagyon becsülésem jelenti. Ezen kard egy nagy harcosé volt, és évek óta itt vehet az elkövetett. Mi? Köszönöm, úrnőm. Menj, fehér farkas, és tedd, amit tenned kell. Teljesítsd be a végzetet. Szesiro. Aha, Arondite. Idő majd megmondja, hová vetetted a végzet. De ennyi? És hogy megy tovább a küldetés? Vagy most miért trekkel ide? Megérte eljönnem. Hát meg! És teszteljük. Rick, köszönöm szépen a raidet, sziasztok mindenkinek, hello, köszi. XP átrajn, hát nem tudom, ez nem hiszem, hogy lehetett volna amúgy se. De sajnos nem volt. Köszi szépen. Hát erősebbnek tűnik, de azért nem egy igni. Ugrod már át! Aaa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 
Ó, össze akartam húzni őket a Aue farmra! Vezet. Mit mennyi? Mit?
Csak újra meg akartuk nézni a jelenetet, meg akartam mutatni újra. Steve még nem végzett elvileg. Csak a szívével lát az ember. Ami igazán fontos, az a szemnek láthatatlan. Igen. Jó, jó. Mit? Na. Megyitálok itt a tábor tűzni legyet. Baltát? Talán egyszer. De szar. Igazából, hogyha lehetne, akkor mindent igniznék, úgy érzem, mert így az így túl erős. Talán az a igni, meg az a AOE harc, ami túl erős. De ugye az AOE harc csak akkor jó, hogyha itt sok enemi van. De akkor viszont nagyon erős. Szezsotak. Na, milyen fasza? Berengar? Elmondtam a Salamandra vezérnek, hol találják K.R. Morent, és segítettem a kutatásaikban. A külvárosban üldöztem a bestiát, mikor elfogtak. Megszöktem, majd Kalksteinnek dolgoztam, hogy bejussunk a mocsár toronyba. Sajnos újra megtaláltak. De másodjára már nem voltak olyan kedvesek. Hogy mentsem a bőrön, beleegyeztem, hogy megkeresem nekik Alvint. Miért mondod el ezt nekem? Az arcodba akarom kiáltani, hogy lássam azt a híres, jeges tekintetet. Leszárlak. Nem ítélkezem. Ez azt jelenti, hogy nem ítélsz el. Nem tudom visszacsinálni a döntéseidet, de megértem. Hogy érted? Te nem érti. Jónak látsz, nem vagyok a dadád. Vedd el. Találkozunk még fehér. Nézd meg, tiszta ideg lett, tiszta ideg. Be kell fejeznem a munkát. Gyere vele. Berengar levele, Berengar levele. De ez nem az. Ez az. Igen. De és most? Jó. Hát ez... Riviai Geralt. Sokat hallottam már a halálodról. Bocsáss meg, de nem emlékszem a nevedre. Fehér Ryla. Mit keresel te itt? Csak szörnyekre vadászom, semmi különös. Nem láttál egy csapat tündét errefelé? Na és milyen csiró? Vigyázz a szádra, mert megjárhatod.
Te sem vagy sebezhetetlen. Ha rájövök, hogy Skojatellel szövetkezel... Fenyegetsz? Nem, csak megkímélek egy nagy hibától, méghozzá egy olyan hibától, ami esetleg az életedbe kerülhet. Te is vigyázz magadra. Én nem egy gírhes tünde vagyok. Én meg tudom védeni magam. Efelől nincs kétségem. Ez régebben is volt már, nem? A másfajok felforgattak mindent. Azok a szegény éhező tündék halomra ölik az embert. Meg az egy-v-egy, gondolom. Az a feladatom, hogy megállítsam Toruviel Epsihihel csapatát. Nem állíthatsz meg. Bevették magukat a... Francis, de kenyér van! Nem sokára támadunk. Beszélek a tündékkel, talán hallgatnak rám. Siegfried kezeskedett, érted? Tehát hát azért mondom, hogy ez csak egy véjegy. A beavatkozásodnak köszönhetően a mókusok nem tudták kirabolni a bankot, és így nem jutottak aranyhoz és fegyverhez. Gyengék, és kétlem, hogy hallgatnának rád, de... Megígérem, hogy rendes elbánásban részesülnek, ha leteszik a fegyvert. Megpróbálom meggyőzni őket. Várjatok meg, míg visszatérek. Szavamat adom. Toruvillel? Szabad tündék, persze. Dunk Mastery. Mit nekem az a hiragana? Megint japán vagy? Hát megint japánnak tanul Francis. Beszélni szeretnék veled, mint fehér Ryla segítőjével, Witcher. Beszéltem Rajlával, mára eleget hallottam. Ryla kiváló tiszt, és őszintén megveti a másfajúakat. Tökéletes a küldetés vezetésére. Tökéletes. Hello, Skyler. Bár zsoldos, van becsülete és tartja a szavát. Számára fontos az ártatlan polgárok mészárlásának elkerülése, még azon az áron is, hogy esetleg a tündék megszöknek. Meghiúsítottuk Vivaldi bankjának kifosztását, és a Skojatel most meggyengült. Megengedhetjük magunknak a legjobb zsoldosokat, de Rajlában nem bízhatunk meg úgy, ahogy benned. Fel akarsz bérelni? Tehát Rajlával kellene mennem és megölni a tündéket, mielőtt azok meggyilkolják a túszokat. Gírhes tündék! Hogy miért kellene elfogadnom? Megpróbálom a te szavaiddal elmondani. Szörnyek fertőzték meg a várost. Vadásznak a lakóira. Nyomorultak és éhesek. És ezért még veszélyesebbek. Állj Ryla mellé, Witcher! A renddel ezek ellen, a szörnyek ellen! Miért tenném? Talán Vivaldi pénzének egy részéért? Nem, támogasd az igaz ügyet, és így megakadályozhatod a külvárosihoz hasonló mészárlást. És így megvédheted a barátaidat a szörnyetegektől. Mindenképp. Akkor is ugyanaz van. Nem tettük, hogy bemegyünk a városba. Most hát a faluba, vagy mi ez. Na, mindenhol megállít valaki! Nyugi. Geralt! Dandelion. Toruviel tündéi túszokat ejtettek a faluban. Most mit tegyünk? Beszéltem Rajlával. Ő vezeti a rendlovagjait. Geralt! Alvin is a foglyok között van. Tudom, hogy lehet a foglyok között? Eddig utánam sétált folyamatosan. Én majd őrködöm a falu vezérháza mögött. Ha készen álltok, mondjátok, mit tegyek. Rendben. Beszélek Fehér Rajlával és Toruviellel. Van egy olyan érzésem, hogy nem fog könnyen menni. Menni fog. Viszlát később! Alvin, baznak, az a lúzer tökös! Állandóan csak bajba keveredik. Ki van vele?
Persze. Fáraszt a tétlenség. Miért álljunk itt, míg ránk rohad a páncél? Nézd meg, ott sétál mezitláb. Igen? Jól vagy? Nem, furán érzem magam. Én hallom, amit gondolnak. Ez borzasztó, Geralt. Borzasztó. Ez borzasztó. Igen, mindig viselem. Nem akarom hallani őket. Geralt, miért csinálják ezt a tündék? A szabadságukért, egy eszményért harcolnak. Az emberek az útjukban állnak, és nem látnak más kiutat. Emlékezni fogok erre. Geralt, valami rossz készül. Érzem! Igen. Beszélnem kell Toruviellel. Na, akkor Alvin, játszhatunk öld a tündét? És hol van, izé, truflé? Ott van, truflé. Geralt, mi szél hozott téged? Azért jöttem, hogy megakadályozzak egy vérengzést. Nem lesz vérengzés, ha hagynak elmenni minket. Ott hagyhattad volna a gyerekeket. Nem tudtam volna megtenni. Fehér Rájla ott van azon a parton. Néhány paraszt holtteste nem fog nagy hatást gyakorolni rá. A gyerekek álltak az útjába. Legalább Alvint engedjétek el. Nem. Megbassza! Fehér Rajl... Bolond vagyok talán? Engedd el a parasztokat, aztán megölhetitek egymást, ha akarjátok. Senkit nem eresztünk el. Ne próbálj meg semmi trükköt, mert meghalnak ezek a dojnok. És mondd meg annak a dalnoknak, hogy ne ólálkodjon a mögött, a ház mögött, mert valaki még nyilat talál állítani a hátsójába. Szomaz. Jól elbújt. Geralt? A dolgokról... Megrekedtünk. Skoyatel az egyik oldalon, a rend a másik oldalon. Mi meg itt vagyunk Alvinnal a kettő között. Sosem lenne szabad tárgyalni terroristákkal. A tárgyalás hangos! Mindig engedményekhez vezet. Az engedmény pedig a terror győzelme. A nép bizonytalan és félelemmel telelez. Én a kevésbé gonoszat választottam. A bankunk tulajdonosai hálásak voltak a rendbeavatkozásáért. Beleegyeztek, hogy támogatják a hadjáratot a másfajunknak ellen. Nem kell már sokáig várnunk, hogy meglássuk az eredményt. Nincs időnk merengeni, mi csináljunk? Mentsük meg Alvint és tűnjünk el? Nem aggódom. Inkább megmentem Alvint, de ha elmegyek, mészárlásba fulladhat itt minden. És gondolnom kell a barátokra. Ez most nagyon fontos. Elég komoly következmények lehetnek. Mi csináljunk? Fogjuk Alvint és itt hagyjuk őket? Ja, Marvin, vagy akkor a abból. Pontosan. Mit tegyek? Találd meg a halász királyt és mondd meg neki, hogy álljon készen. Visszamegyünk Vizimába. Találkozunk a tóparton. Azt akarom, hogy Alvin ne legyen itt. Nem engedek meg semmilyen gonoszságot vele kapcsolatban. Ez a kicsi ember azért jött hozzád, hogy szeressen, mint fiú az apját. Mi nem ölünk gyerekeket. Vidd magaddal. Bezzeg a sorozatba csinálták. Nem is baj a spoiler, mert jó szar. Ez egy csont, támadnak! Alvin, ne! Mi a faszom van? Mindenki el nem van, de mi van? Hola.
De miért nem... Teljesen felség az Ardiel. Az Ardiel-el hátralököm őket, az kettőt kivégzek. Ignivel meg ötöt kivégzek kétszerre. Az öreg csontjaim. Ardiel. Csak az inni sokkal jobb. De amúgy a háromban is jó volt az Ardiel. Igazából mindegyik ilyen jó. Csak szerintem az inni túl erős. Itt. Nem tudom, a kettő nekem nem jött be annyira. Mondjuk itt sem olyan jó a harc nyilván. Kreana. Hát amúgy, ja. Na és akkor most visszamegyünk? Viszlát. Geralt? Nálam van Berengár levele. Fontos információk vannak benne. Információk? Még nem végeztünk a szalamandrával.
Azar Javed az a mágus, aki megtámadta Kaerban. Azar Javed! Vizimában van. Nem félt sem a mágusoktól, sem a többi átkozottól, akik meg akarták ölni. Te félre beszélsz, Dandelion. És bátran tovább haladt egészen sorsa elébe. Gyerünk. Na, hát akkor menjünk. Geralt? Ki? Behozni kéne? Most ez nem oda visz. De hiába nyomom rá, hát nem csinál semmit. Nézd meg. Na végre. Ez. Mit? Alvin kinyitott egy portált és eltűnt. Irány Vizimába! Na. És akkor most ugyanúgy átmennek. Csak azt kellett neki mondani, hogy ez rossz. Nagyon rossz. Kutyuka. Ennyire sekély volt a víz végig. Hamarosan megérkezünk Vizimába. Érzed ezt? Füst. Érzed ezt a szagot? Valami ég. Nehéz és fullasztó, mint egy égő falu. Felébe nézd! Atya ég, Geralt. Nem hiszek a szememnek. Dandelion, meg kellett volna már szoknod a háború látványát. Szokni? Már épp eleget láttál. Akik oly érzékenyek, mint én, soha nem tudják ezt megszokni. Szerencsére mi mutánsok nem vagyunk olyan érzékenyek. Mint a kópó, aki szagot kapott. Látogassuk meg Óvizimát. Legjobb, ha Vizimán keresztül megyünk, bár ott még mindig folynak a harcok. Végre. Kiderül, hogy kiáll a szalamandra mögött. Witcher! Tényleg jönni? Soha nem hagynálak cserben. De lehet, hogy a dolgok kicsit viharosra fordulnak. Azt hiszed, megijedek? Nem. Akkor jó. Na, még Vincente is, persze. Hát visszatértél. Nagyon hiányoztál. Üdvözlet, Vincent. Mit keresel itt? Radovid király biztonságáért vagyok felelős. Foltest visszatért már? Óvizimában van. Tudván, hogy kinek a parancsait követjük, nagyot lendített a hangulaton. El kell jutnom Óvizimába. Jó eséllyel egyedül is sikerül, de nem... Érted, mire gondolok? Mi folyik itt? Dandelion, van egy Radovid királlyal kapcsolatos feladatom a számodra. A Witcher csapkodó nyelve nagy teher lenne. Vajon miért gyanakodom? Ez igaz. Én nem vagyok alkalmas arra, hogy királyokkal beszélgessek. Rendben. Hát főleg ezen a hangon. Dandelion, várj rám a király táborában. Geralt, tedd, amit tenned kell. Na hát akkor nem tudom. Persze, hogy tegyem, amit tennem kell. Segítség! É!
Épp időben érkeztél egy kis mészárlásra. Csendesnek tűnik a hely. Ez a kamera. Minden esküszöm, esküszöm, ezek direkt csinálták, és direkt, ez szórakoztatás, ez szórakoztatás. Élmény nyert. Majdnem az összes vizimai másfajú fegyvert fogott. Hogy történt? Mikor a rend nőket és gyermekeket kezdett öldösni, még a legnyugodtabb tündék is fellázadtak. A legbotorabb akció Desmond király óta. Talán a nagymester provokálni akarta a másfajúakat. Pletykák keringenek arról, hogy másfajúakat telepítenek Vizimába, mert rájuk nincs akkora veszéllyel a járvány. Ócska tündérmese természetesen. Miért vagy itt? Vissza kell vernünk a támadókat. Aztán ki akarom vezetni a civileket és Shani betegeit Óvizimából. Shani Óvizimában van? Létrehozott egy rögtönzött kórházat az öreg városházán. Emlegetett téged is. Megpróbálom kihozni. Na. Na. Szkólya, te a fejszés. Gyertek, inni! Védd magad, barom, te barom! Na jó, Igni! Meddig jönnek még? De legalább, akkor gyertek mindannyian! Ennek megállás nélkül? Menj már arrébb, törpés! Igni! Ötödik fejezet. Szentséges nagy uram, ez őrület. Nem kellene ilyen nagy veszélynek kitenned magad. Várj, engedd meg, hogy egy nagyobb erőt hívjak össze. Ostobaság vele rád. Ez az én városom, birodalmam fővárosa. A felébe, a hatalom itt az enyém, és nem engedek belőle. Szentséges uram. Csend legyen! Tudod, hogy kitörölheted a sekket azokkal a hírszerző jelentésekkel. A saját szememmel akarom látni. Ezeknek a Skoyatel harcosoknak akkora nyújtott fejük van. Más fajúak támadnak. Védjétek a királyt! A szabadságért megölni a dolinokat! Mert ez miért rasszista? Vagyunk mentve. Visszatértél, nagy uram. Reméltem, hogy nem lesz túl késő. A királyságod veszélyben van. Zsák, tudhatnád, hogy egy király... Zsák Fos! Nagy uram, a város fele lángokban áll. A csatornákban vér csörgedez. Nincs idő a csevegésre. Cselekedned kell. Mit javasolsz, Zsák? Engedd meg, hogy irányítsam a csapataid és adj szabad... Mit javasolsz, Zsák? Soha, csak a holttestemen keresztül. Közel voltál hozzá. Legközelebb lehet, hogy nem érek ide időben. Azt hiszem, eleget láttam. Vele rád vissza a várba.
keresem. Beugrott. Ehhez van tehetsége. Mit kellene csinálnunk vele? Ő velünk jön. Ahogy mondtam, van egy kis megbeszélni való vele. Azt hiszem ám. Rivia Vichere. Nem eznek benne páncérruhában van egész nap. Nehéz idők járnak ránk. Egy átok sújtja a lányomat. Arra kérlek, távolítsd el róla valahogy. Mindenkit megkérdeztem, aki segíthet. Devettet, aki fél éve a hercegnő segítője, Velerádot, aki Addát már gyermekkora óta ismeri, és Triss Merigoldot is. Az évágiában való jelentősága a segítségedre lehet. Gondold meg, még beszélünk. Ahogy kívánod, felséges uram. Más problémák ütötték fel a fejüket. Hallgatlak, uram. Képzeld el, hogy hazaérsz egy hosszú küzdelemből, és azt látod, hogy közben az otthonodból bordélyház lett. Felséges uram. Még nem végeztem. Akiket megbíztál a vezetéssel, elárultak. Az áruló ki akar túrni saját őseid otthonából. Nem lennél mérges? Nem akarnál még több vért ontani? Bocsáss meg, uram, de a Vicserek nem szólnak bele a politikába. Az a híres pártatlanság. Sajnos én nem engedhetem meg ezt a luxust. Mindkét fél az én városomat választott a harc teréül. Mindkettő bűnhődni fog ezért. Értem, uram, de miben segíthetek én? Lehetnél lelkesebb, hogy a királyodnak segíthetsz. Például ajánld fel, hogy megölsz bárkit, ha megkérlek. Például ajánld fel, hogy megölsz bárkit. Csendet, Vicser, mielőtt rosszat szólsz. Nem lennél mérges. A uralkodók egy visszautasításnál többet nem viselnek el. Természetesen, uram. Sürgős ügyeket kell még elintéznem. Beszélj alattvalóimmal a részletekről. És ne feledd, a lányom Vicser. Számítok rád. Nem felejtem el. Az egyik szolgám értesít majd, ha lesz rád idő. Mindenki. Ja. Vicser? Gróf? Felejtsd el a címeket, temessük el a múltbéli félreértéseket a fontosabb ügy érdekében. Ám legyen. Vicser! A király azt akarja, hogy törjen meg Adda átkát. Nem meglepő. Egyszer már sikerrel jártál, bár akkor ez majdnem az életedbe került. A striga megjelenése jelentette Foltest végét. Sokan azt mondják, hogy megsértette az isteneket. Emlékszel, hogy változott át először strigává? Frissítsd fel az emlékezetemet. Foltest megölte a saját húgát. A gyermek a születésekor halt meg, de évekig tovább növekedett a koporsójában. Csak akkor jött elő onnan, amikor táplálkozni akart. Megtörted a varást, de úgy tűnik nem végleg. A striga újbóli megjelenése bizonyította, hogy a királyi családot megátkozták. Az emberek nagyon érzékenyek az ilyen jelekre. Azt mondod, nem Csiro. Csoda, hogy Foltest meg akarja öletni veled a strigát. Csak az átkot kell feloldanom. Hogy a striga még véletlenül se legyen szem előtt. Az átok feloldására igen kevés esély van. Azt híresztelik, hogy további jutalom jár a striga megöléséért. Engem nem érdekelnek a híresztelések. Pedig nem ártana, de rajtad áll. Isten veled. Ez a beszélgetés is. Geralt, aggódtam. Én is aggódtam. Büszke vagyok rád.